már gyerekkoromban elkezdtem rajzolni, nagyon művészi pályára készültem. Igazából szobrász akartam lenni, és lettem közgazdász egészen nyugdíjadásomig. Nyugdíj után pedig gyerekeim nem tudták nézni, hogy mit tehetetlenkedek, és vettek nekem egy tanfolyamot itt a Waldornál, Waldorf Art Kft-nél, és utána elmentem erre az alaptanfolyamra, és aztán az összes többire, amelyik tetszett. Hát eléggé megváltoztatta az életemet ez a hobbi. Gyakorlatilag szinte foglalkozással vált nálam. Ha megyek az utcán, mindig azt nézem, hogy mi az a látvány, amit magammal vihetek haza, hogy megfesthessem. Hát az időbeosztásomat is erősen megváltoztatta, mert amit eddig a gyerekeimre, unokáimra, meg egyéb dolgokra fordítottam, azt meg kellett egy kicsit húzni az arjonai, és most sokkal többet foglalkozom ezzel. Hát amikor elkezdtem festeni, akkor a fő célom az volt, hogy legalább látszódjék a napsütés a képeimen. Amit addig festegettem, valahogy nem sikerült elérnem. Nagyon megtanultam a fény és játékot, nagyon a színkeverést, és olyannyira, hogy a kiállításokra is hívtak, volt önálló kiállításom már több is, és most is hívtak éppen egy kiállításra, hogy vigyek el egy pár képet, de nem csak ez volt az eredmény, hanem magamon is látom a fejlődést. Megtanultam többféle technikát, legjobban a porpasztelt szeretem, de szeretek kipróbálni sok mindent. Mint utoljára az akvarellceruzás festést, meg az akvarellezést is, az most ez a legutolsó akvarellfestést próbálkoztam. Tulajdonképpen mindegyik tetszik, megpróbálom kiválasztani éppen akkor, amihez éppen kedvem van, és azt csinálom. Az első tanfolyamot 2012-ben, az alaptanfolyamot akkor végeztem el. Akkor megtanultam úgy rajzolni, ahogyan nagyon sokan már az első arcképet önmagamról, és aztán, amikor azt befejeztem, akkor az egész családot lerajzoltam. Hát eddig sok mindent tanultam meg tőletek, azon kívül, amiket a tanfolyamon megtanultam. Megtanultam anyagismeretet olyan tekintetben, hogy ugyan az elején mindent összevásároltam, ami egy-egy technikához kell, de aztán később rájöttem, hogy nekem mi a megfelelő. Úgyhogy akárhány technikát tanultam, mindig valamilyen szintre, valamilyen eszközökre beálltam, és azokat használom most már úgy rendszeresen. Talán látszik is, hogy van itt egy pár körülöttem, amiket rendszeresen használok.